But always a great honour to toss the coin in any of our matches here on Rod Laver Arena. I'd love you to give us a call. Két meccs között vagyunk, van egy kis szabad időm, nem éppen Zoltánnal rohanok egyik helyről a másikra, hanem Zoli éppen egy sajtótájékoztatón van. A Babos TV meccs után vagyunk, a Fucsovics Marci meccs előtt. Szerencse szerencsétlenségben, hogy hát a TV meccs eléggé rövidre sikerült, jó hamar kikapott szegény, nem volt jó napja, ez látszott is rajta és a játékán is. A Marci előtt lévő meccs viszont, illetve hát az a meccs, amelyik azon a pályán van, amit majd ő fog játszani, az meg meglehetősen izgalmasan alakul, úgyhogy a kettő között van egy kis időnk. Zalinak van időpontja interjúra a Timihez, plusz megtartják a sajtótájékoztatót, úgyhogy én most itt nem kivételesen újfent Zoltánt várom. Egyébként egy meglehetősen kellemes környezetben, egy ilyen csilles, ücsörgős, valami aperol terasznak hívják. Itt van az egyik hátsó bejárat, már mögötte kivetítő, egyébként kivetítő hátán található a változatosság kedvéért. Ott ez a fedett rész, ez már egy pálya, ez a hármas pálya, oda be lehet menni az ilyen, a csajsz beállt a mert de mindjárt még arrébb sem szézik, biztosan fog benne legyen teljesen. Van az ott egy hármas pálya, ott van egy ilyen mindenki csörög, napozik, mondjuk éppen nem süt a nap, hanem eléggé nagy szél van, de ettől függetlenül nagyon jó idő van, 30 fokon körülbelül. Az ott a Rod Laver Arena, nem látszik a felirat, gyakorlatilag a Rod Laver meg a Margaret Court Arena eléggé egybe van épülve, tehát folyosó szinten át lehet menni a kettő között. Itt ez az aperolos ilyen különös része, ahol én vagyok, és ez pedig itt a hátsó sajtós bejárat, van valahol, de azt megmutatom nektek, hogy a stúdiók például ott vannak kialakítva, tehát amit este tévében láttok, azokat a helyszíni jeleneteket például stúdió környezet szinten itt veszik föl, és egyébként még a tömegben. Szóval üzenem azoknak, akik az én testi épségemért is aggódnak, hogy itt vagyok Zoltánnal, nem ásott el otthon a kertbe, vele jöttem valóban, tök jól el vagyunk. Egyébként körülbelül úgy telnek a napjaink, hogy reggel fölkelünk, éppen megnézzük, már mondjuk előző este megkapjuk a programot, hogy másnap mihez kell igazítani az egyébkénti dolgainkat, mert azért jó lenne, ha a városból is látnánk valamit. Úgyhogy megnézzük a programot, most délelőtti meccsek vannak, a délutánunk viszonylag szabad, tegnap pont fordítva volt.
veszünk egy ilyen, Zoli be tud jönni, veszünk egy ilyen Grundfos berépőt nekem, kemény $54 per nap, és itt a helyi meccsekre be tudunk menni, 22 pályán zajlanak a mérkőzések, plusz még van 4 aréna. A két nagy arénába kell külön jegyet venni, ezek olyan $100-$200 között vannak. Az első nap voltunk délelőtt, ja, és persze meg kell osztani, hogy délelőtt délután, külön vedd meg a jegyet. Első nap voltunk délelőtti délutániba is. A ma estére szívesen mennék, Serena Williams játszik, illetve a másik meccs az Federer, de már természetesen elfogytak a jegyek. Ez az, ami lutri, mert nem tudod, hogy hogy alakul a sorsolás, és hogy alakulnak a mérkőzések. Azért igyekszenek a nevesebb játékosokat, nagyobb tömegeket vonzó játékosokat berakni a nagy arénába. Van még másik két aréna, a Melbourne aréna és a 1573 aréna, ami például tegnap lett volna érdekes meccs, amire szívesen bementem volna, viszont eléggé nagy volt a sor ahhoz, hogy maga az aréna részbe bejussál, és még valamit regisztrálni kellett külön, tehát azért ki van találva ez a rendszer, hogy kapsz is valamit, meg nem is. Ettől függetlenül tök jó a ilyen fesztivál hangulat van, de annak eszement kulturált változatát kell elképzelni. Minden, ami igazából napközben eszedbe jut, hogy ennél innál az van. Van csomó ilyen kis laroskozés stand, ahol a leégő nap elől be tudod magad kenegetni, osztogatnak mindenfajta reklámanyagot. Tényleg nagyon kultúrák, kellemes, akkora embertömeg dolgozik napi szinten, nagyon nagy tömegeket mozgatnak meg, akik segítenek, állnak, megkérdezik. Ha látják, hogy állsz egy térképpen és keresed, hogy merre van az előre, nem neked kell azon gondolkozni, hogy na vajon ő kommunikál, vagy nem kommunikál, meg jó fej lesz, vagy éppen megzavarod valamivel, nem ők jönnek oda, megkérdezik, hogy miben segíthetnek. Fiatalok, idősek egyaránt dolgoznak, a labdaszedők nagyon cukik, a sapkájuk meg van számozva, és még 396-os sorszámú labdaszedőt is láttam, bár figyelemmel arra, hogy van vagy 22 plusz az arénák, tehát egy 25 pálya biztos, hogy van, mert most abban nem vagyok biztos, hogy az arénákat beszámozzák, vagy pedig azt külön még hozzá kell adni a 22-höz. De egy pályára 6 labdaszedőkkel, gyerekekről van szó, feltételezem, hogy 0-24-ben nem dolgozhatnak, mert azért ez reggel 10-kor kezdődik, nekik már valamivel előtte láttam, hogy gyülekeznek, beosztják, hogy ki hova melyik pályára megy aznap, egyeztetnek a bíróval technikai dolgokat, ki áll bent középen, hálónál, ki áll hátul, és hát gondolom van pihenő napjuk is, egyébként ez tök buli lehet. Nem tudom, hogy van az ausztrál iskola rendszer. Ezen gondolkoztunk Zoltánnal, hogy vajon most nekik a nyári szünet és a karácsonyi szünet az egybeesik? Vagy ez most poén annak az 500 gyereknek, aki nem járhat iskolába, vagy nem kell iskolába járni amiatt, mert éppen az Ausztrál Open van és itt önkénteskedik. Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy aki eddig nem szerette a teniszt, vagy megnézte, de úgy annyira nem volt rajongója, itt nagyon el tudja az embert kapni a gépszíj, tehát annyira minden a teniszről szól, és annyira flottul rendezetten történik ennek az egész rendezvény sorozatnak, ennek a két hétnek a lebonyolítása, hogy vérprofik, jó hangulatban telik, szívesen megnézném, hogy másik nagy ATP torna is vajon ilyen lazán zajlik-e, mint itt ez. Itt tényleg az egész arról szól, hogy érezd jól magad. Ha nem szeretted a teniszt, akkor is annyira, de olyan kellemesen a csapból folyik. Tehát nem azon a kukmálós szinten, hanem olyan épp, hogy te is kedvet kapjál ahhoz, hogy nézd a teniszt, ha már játszani esetleg nincs is bátorságod.